today. Dhamma. Krishnananda and Govinda Maharaj say that explain some poem. Krishnananda Govinda Maharaj azt mondták, hogy magyarázni fogjuk az éneket. So, if you have any choice of poem. Kívánság van valakinek, akkor el tudjuk dönteni. Yasomati nandana és akkor you say one line and I will explain. Yasomati nandana braja barana agara gokula ranjana kana. Beautiful. Nagyon szép. Yasomati nandana. First word. Ez az első szó. Yasomati Nandan means Krishna has a three mother. Yasomati Nandana azt jelenti, hogy Krishnának van three. No, three mother. Hogy három édesanyjája van. One is mother Yashoda. Egy, az Yashoda anyja. Second. Második. And third is? Harmadik. Rohini. Fine. Találjátok ki. The cows. Putana. Putana. Siva. Három anyja, édesanyja van Krishna. Because Putana also feed the breast to Krishna. Azért a Putana is tejet adott Krishnának. So in this poem is clearly mentioned. Ebben a versben nagyon tisztán van magyarázva, that Yasomati. Hogy Yasomati Nanda. The Krishna, son of Yashoda. Krishna Yashoda fia. That Krishna I want. Az, amit Krishna akar. That Krishna we want. Az a Krishna, amit mi akarunk. Not Devaki Nanda. Krishna Devaki Nanda. That Krishna not. Yashoda Nanda. Nem így Krishna, hanem Yashoda Nanda. Son of Yashoda. Hogy Yashodának a fia. Is a big meaning. Ez egy nagy jelentőség. In Dwarka, when Krishna is living, he is not Yashodananda. Mikor Dwarkában él Krishna, akkor ő nem Yashodananda. When he lives in Vrindavan, that Krishna is Yashodananda. Mikor Vrindavanban él, akkor ő Yashodananda. And the Krishna who lives in Dwarka, who goes to fight in Kurukshetra, he is Devaki Nanda. És ez a Krishna, aki Dwarakába él és megy a Kurukshetra csatamezőre, az Devaki Nanda. Brajavaranagar. What is this line? Brajavaranagar. Brajavaranagar. What is? The Krishna who is from the Braja, that is a boy of Braja, that Krishna I like. I am praying to that Krishna, not the Aishwarya Krishna, not a King Krishna. I want to worship Krishna who is the cowboy in the Braja. Rajanagaram, as a Selanti Hoj, Brajnak. A fiú, aki Brácsban a gyerek, és azt a Krishnát akarom, és senki más nem akarom. Nem azt a Krishnát akarom, aki megy harcolni, vagy aki Dwarakában van, hanem kizárólag csak Brácsnak a fiát akarom, Krishnát. Csak ezt akarom, semmi mást. Brácsibarnága? Gokula Ranjanakana. And that he is the lover of all Gokula.
living person. They cannot live without Kana, Krishna. Means he is the dear of all Brajavasis, that Krishna. We want to pray. Mi ehhez akarunk imádkozni, fohászkodni, aki Gokulnak Kána, és ez a szerető, és ez, aki mindenkit szeret, és mindenki őtet szeret, ő hozzá akarunk imádkozni. Any question in this line? Ebben a sorban vannak kérdések? Gopi Paranadana Madana Manohara Kariyadamana Vidana. Gopi Paramadana. The Krishna, more specific, that he is the most dearest of the gopis. És ez még pontosabb, Krishna az, aki szerető a gópiknak, és a gópik ők szeretik. Ez egy nagyon pontos kifejezés erre, hogy ő a gópiknek a szeretője. What is meaning of gopi? Mit jelent gópi? Go means senses. Go az azt jelenti, hogy érzékek. And pi means offer. És pi az azt jelenti, hogy felajánlás. The person who offer his all senses to Krishna. Az a személy, aki az összes érzékeket felajánlja Krishnának. They don't want to enjoy themselves. They want to enjoy by Krishna. They are gopis. És nem ezek a személyek, akik saját érzékeket akarják élvezni, hanem ezek, akik Krishnát akarnak élvezni. Ezek a gopik. You understand or no? Értitek, hogy nem? Means enjoyed. One is a enjoyer, one is a enjoyed. Ez azt jelenti, hogy egyik az élvezett, és a másik az élvező. Enjoyer is a man, human, person, enjoyer. And the female side is a enjoyed. Az élvező, az a férfi aspektus, és a női része, ez az élvezet. So Krishna is Adi Purusham. És Krishna Adi Purusham. So he is the male and we all are enjoyed by him because we are the creation of him. És Krishna a férfi, a maszkulin rész a teremtésnek, és mi vagyunk a női rész, mert mi vagyunk az élvezettek. So this, who offer himself like this, the mood, to the Lord Krishna, that they cannot live, that soul cannot live without Krishna, because he always want to enjoy it by Krishna. He is the enjoyer, and the soul is the enjoyed by Krishna. És ez a lélek, aki nem tud Krishna nélkül élni, mert ő akarja, hogy Krishna őtet élvezi, és az élvező nélkül a lélek nem tud élni. Because the nature of male or female, if female has also nature to enjoy, means is a male nature. A természet a férfinak, hogy élvezzen, és a női személy, hogy az élvezet, ez egy természetes dolog. De abban a pillanatban, hogy egy női testben valaki akar élvezni, akkor ez igazán egy férfi természetje van. The spiritual life, to develop our feelings, is a spiritual life. És az a lelki életnek az alapja, hogy így magunkat átadjuk Krishnának. To develop our sentiment. Hogy létrehozzuk ezeket az érzéseket. In Hindi, that's the how. I can feel always
every moment fully only to him, to my lover. Indibe ez bávának hívják, és ez a báv, ez a hangulat, ez azt jelenti, hogy én saját magamat teljesen átadom, csak neki, az én szeretőmnek. That is meaning of Gopi. Ez azt jelenti Gopi. Paramdham. Paramdham. Like a one bride has only the everything from his lover. Bride has nothing. Only she wants to have the happiness of his groom. Ez olyan, mint a mennyasszony igazán csak ezt a szeretetet akarja adni a vőlegénynek, mert ha nincs a vőlegény, akkor nem tudja ezt a szeretetet adni. És ez a mi helyzetünk, hogy mi vagyunk a mennyasszony. Paramdham. This is the real wealth of the bride. És ez a paramdham, az azt jelenti, hogy ez az igazi világ vagy lakhely a mennyasszonynak. Understand? Megértitek? I feel that you understand this. Én ezt érzem, hogy te ezt megértetted. Gopi paramdham. Say the Madana Manohara. Madan. Kariyadamana. Madana. Madan is the Kamadeva. Madan as Kamadeva. Name Madan. Is a name Madan. Madan name not of Krishna, name of Kamadeva. Madan nem Krishna neve, hanem Madan as Kamadevának a neve. But Krishna what do? When he was in the Maharas, then Kamadeva think, then this is right time to capture him. Mikor Krishna Maharasba volt, Raslilába, akkor Kamadev azt gondolta, hogy most megjött a megfelelő pillanat, hogy elkapom Krishnát. Because he is alone and all are female. Mert the male only alone and all are female. A Kamadev azt gondolta, hogy most ő egyedül van férfiként, és mindenki más, aki ott velem van a Maharasban, ez mind nő. But Krishna, Madan Manohar, means he attracts the heart of Kamadeva also in his and Kamadeva cannot do anything to Krishna. He is so loving and caring, he changed the heart of Kamadeva. You see, Krishna make Kamadevának a szívét elrabolta, és nem úgy, hogy Kamadev Krishnának tudta a szívét elrabolni. So, if karma is coming too much, the sexual desire increase in the life, only the name of Krishna can dissolve. The name of the Krishna is so powerful and so this that karma cannot affect us. És így, hogy Kamadev erősen megjelen az életünkben, akkor sokszor szexuális síkon fogjuk, tudjuk csak kiélni. És ezért a név nagyon fontos, Krishna neve, mert ő ebbe segít, Krishna, az ő nevével, hogy Kamadevet meg tudja változni. He attracts even to the Kamadev. Ő még saját maga vonza magához Kamadevet, Krishna. And Kaliya? Kaliya Damuna Vidhana. And Kaliya. See the Kaliya. What is Kaliya? Mit jelent Kaliya? Is my false ego. Ez az én hamis egom. The poisonous. What I poisonous mood we flow from our mouth like a poison. That is Kaliya.
Kali az azt jelenti, hogy ez az a méreg, amit mi köpünk, ez a méreg, amit mi magunkat beszennyezünk, ez jelenti kália. Useless talking. Haszontatlan beszéd. Bad talking about others. Rossz beszéd másikokról. Criticizing to someone. Kritizálni másokat. This is the nature of kália. Poison, only poison. Ez a kálianik a természet, csak méreg és méreg. Kalia cannot throw out from the mind sweetness. He always gives the poison. Kalia nem tud édeset mondani vagy köpni, hanem csak méreget. And it becomes so poisonous, only nobody can stay in that river because of that poison. Olyan mérgező lesz a környezet, hogy senki nem tud ebben a folyóban létezni, mert csak méreg van ott. What is the river? The area where the kalia is living, in that radius, no one can stay. És az milyen hely, ahol kalia tartozik? Ott, ahol ő mindent beszennyez, meg egész folyót beszennyezte. Like, if I am talking only poisonous thing, nobody can stay in the radius of me because I am very poisonous. Ha én most csak méreget mondok, mindenki, aki ezt hallja, az én rádiuszomban van, akkor ő is csak méreget kap. And they want to stay maybe 10-20 feet far from me. És akkor így mindenki 10-15 méterre akar tőletet. If somebody goes near, they burn because of the poison. Ha valaki közelebb jön, akkor meg fog magát égetni, mert a méreg miatt. Then, when the Krishna is dancing on the head of that soul. Csak amikor Krishna ezen a lelken táncol a fején, then the poison go out. Akkor a méreg kimegy, elhagyja ennek a személynek a testét. And what is meaning of Krishna dancing? És mit jelent, hogy Krishna táncol? The mind is the head. Az elme, az a fej. If in the mind Krishna is living, is the Krishna dancing. És ez azt jelenti, hogy Krishna az elmében van, és Krishna ott táncolni. Táncol. Means if I am always thinking for Krishna, chanting for Krishna, means Krishna is dancing on my head. Ha mindig Krishnára gondolok, ha mindig Krishnát énekelek a nevét, akkor mindig az én fejemen táncol. Ez a jelentése. Right. Igaz? Understand? When Krishna wants to kill Kalia, mikor akarja megölni Kalia, then she starts praying. Ő kezdenek fohászkodni. Why you want to kill why you want to sit my husband? Miért akarod megölni a férjemet? He's a poisonous. Mert ez mérgez mindent. So, because of you create like this. Wife is telling you give the poison. Krishna tártad neki a mérget, a lehetőséget, hogy tudjunk mérgezni. Why you make the poison in the world? De miért csináltad ezt a mérget ebben a világban? Poison is nature to stay in all human. És ezért ez a természetnek, a méregnek, hogy az emberekben benne van. The wife is praying, Krishna, you cannot kill my husband. És a felesége fohászkodik, és mondja Krisnának, nem tudod megölni a férjemet. The poison, what Kalia has, this is you give him. Ez a méreg, ami Kaliának van, ezt tőled kapta. And now you want to kill him? És most akarod megölni? It's not judgment, not good right decision of you. Ez nem jó döntés tőled. Without killing, if you change Kalia's poison, then is a meaning. Nem öröd meg Káliát, és megváltozott a mérgét, átváltozott, ez egy jó döntés.
Krishna said, yes, okay, I will do that. Krishna mondta, okay, jó, megcsinálom. Then he started dancing on his head. És akkor kezdett táncolni Kália fején. And Kália shook all the poison from the river of Jamuna, because she can throw and she can take inside also. És akkor Kália kezdte a mérget nem kiköpni, hanem felszívni, visszaszívni magával. Because you see the snake when the biting, and the same snake can take out the poison also. És így, ha egy kígyó megharap valakit, akkor nem csak a mérget ki tudja engedni, hanem vissza is tudja szívni. So, it's only the thing when the Krishna mercy is coming, then we change our mind. When his mind is changing, it start living in pure goodness. It's always Krishna is staying there. And because of his dancing, we change our life. Az életünk ezen megváltozik, Krishna a mi életünkben táncol az élménkben, és így meg tudja változni ezt a mérget, amit mi saját magunk okoztunk. Amala harinam amilaviya. Amala harinam. Amal. If anything to amal in our life, if anything to do in our life, amal means anything to do. Ha bármit kell csinálni abban az életben, that is harina. Az harina. Amal harina. Make the life with the name only, my dear. Tegyük az életünket csak a névvel. Because when you will chant the name, Krishna will dance on my head. Mert ha fogod a nevet zengeni, énekelni, akkor az én fejemet fog táncolni Krishna. Where is the name? Lord is living there. Mert ott, ahol a név van, ott él az Úr. He cannot go far from you. Ő nem tud messze elmenni tőlünk. And my all poison, what I am throwing to others, this will vanish. És mindent, amit én mérgezőként másikukra osztom vagy köpöm, ez mind meg fog semmisülni a néven át. Anything in life to do, that we have to do in our life. Amal means we have to follow in our life. Harinam. The name of the Lord. Kizárólag csak a nevet kell zengeni az életünkben. Amala harina. Amila vilat. Amila. And think, amala harina, remember the harina and live in that consciousness. Vilas, live with Krishna all the time. Think for Krishna. That his mercy is happening. What happens to me? What is my family is a mercy of Krishna. What is the circumstances in my life is all mercy of Krishna. Everything what is happening good is mercy of Krishna. If anything bad happening is also mercy of Krishna, it not happen more. We have to see always plus in our life. Și bármi történik velünk, minden, hogy jó vagy rossz történik, az mind csak Krisnának a kegye. És ez az emlékezés harinamra, ez az emlékezés, ez segít nekünk ebben, hogy mindenben és mindig Krisnára gondolunk, és jóban és rosszban csak Krisnát látunk, és semmi mást. Ez egész létünk, az egész családunk csak Krisnának megköszöntően, hogy mi vagyunk, és a másikok is van, és mindenki van. By doing this, what will happen? Ha ezt csináljuk, akkor mi fog történni? My life will change. Az életem meg fog változni. My thinking will change. Az én gondolatom meg fog változni. And I will know
art of living. És meg fogom tanulni, és meg fogom érteni, hogy milyen az életnek a művésze. We have to know the art of living. Meg kell tanulni, tudni az életnek a művészete. Art of living. We know the art of non-living, but we never tried to know art of living. Mi tudjuk a nem élő művészetet, de azt kell nekünk megtanulni, hogy tudunk élni. Ezt a művészetet meg kell tanulni. We are living in suffering, but we don't know what is the art of non-suffering. Mi tudjuk, hogy kell élni szenvedésben, de nem tudjuk, hogy kell élni, hogy nem szenvedjünk. But when we come out of suffering and we come out from the distressness, that is the art of living. Ha kijövünk ebből állapotból, hogy szenvedünk, és kijövünk ebből helyzetből, hogy boldogtalan vagyunk, akkor ez egy művészet. A művészetnek hogy kell élni? Living is when you are in living, then you are living. Élni az azt jelenti, hogy élő lenni. Csak akkor élsz, ha élő vagy. If you are in non-living, you cannot say that you are living. Ha nem élő vagy, akkor nem tudod mondani, hogy élsz. Non-living things, if I'm here and I say I'm living, it's impossible. Yeah. Oh, okay. Ha én azt mondom, hogy én ez vagyok, és én élek, akkor ez nem működik, mert ez egy nem élő tárgy. Huh? Right? Is a material. Material cannot living. Is not living. Egy anyagi dolog nem tud élni, hanem ez nem élő dolog. If I'm in senses, my mind living in senses is material. I cannot say this is art of living. Az én elmém az érzékekben van, ami nem élő, akkor nem tudom azt állítani, hogy én élek. Ez nem. Ez életnek a művészete. Living means to live. Élni az azt jelenti, hogy élni. In living. Az életben. Where is the life? Is living. That is living means movement. Living. Understand? Az életnek a célja vagy a lényeg az, hogy ez egy élő dolog, ez egy mozgó dolog. A spiritual thing is living. Spirituális dolgok, ezek élők. A spiritual consciousness is a living consciousness. Lelki tudás, ez egy spirituális tudás. De. Vipinak uram, de a Navinának arra gondolom. English. Vipina Purandara Navina Nagarapura Vamsivadana Shiva. Vipin. He is doing so many pastimes. Vipina Sasalati olyan sok kefteléseket végrehajt. Meditate in his sweet pastime. És meditál az édes kefteléseken, saját édes kefteléseken. Remember what he is doing with his friends. Emlékezzél arra, hogy mit csinál a barátokkal. What he is doing with his mother. Mit csinál édesanyjával. What he is doing in conjugal, in the with the gopis. Mit csinál a gópikkal, a szerető viszonyban. And what mood you have. És milyen hangulatod van. Accept that mood and feel that taste. Fogadj el ezt a hangulatot, és próbáld élvezni ezt az ízt. If you, yesterday I wake up at 2:33. Tegnap 2:33-kor fölkeltem. Then
one thing come, Prabhupada is writing about five relations. Nekem ez jött, hogy Prabhupád öt viszonyról beszél. One is passive. Egy az passzív. One is active. Egy aktív. One is a friendly. Egy baráti. One is the son and father, a mother, father. Egy a szülői viszony. And one is conjugal lover. És egy a szerető viszony. But I start searching in dream that where is this relation in the Bible? És én kerestem ezt a viszonyokat, hogy hol lehet ezt a Bibliában megtalálni. Ezt álmomban kerestem. Then I find it. És akkor megtaláltam. You see that we go to the church. Látjátok, amelyik a templomba. We come to the temple. Jövünk a templomhoz. In which mode? Milyen hangulatban jövünk? In passive mode. Egy passzív hangulatban. We go to give our sin and we want to take something for the Lord. Passive. Passzív jövünk a templomhoz, csak akkor ez történik, hogy igazán semmivel nem jövünk, de csak akarunk valamit az Úrtól. And some active also. És akkor vannak olyanok, hogy aktív hangulatban jönnek a templomhoz. Making missions, making projects. Csinálnak missziókat, csinálnak projektokat, aktívok. And making some services, like a child support services, schools, medical hospitals, like this and this. Some active, some plan, program, making garden, something is a service, right? I do, I pay for doing that. That is active, some active work. És így csinálnak mindenféle tevékenységet, hogy gyerek gondoskodás, iskola, kórház, kert, szolgálatot végezzek, és ez az aktív illető, aki jön a templomhoz. Every temple and every church has like this. És így minden keresztény templomnak és minden hindu templomnak ilyen tevékenységek vannak. Right? Igaz? And the friends of Krishna, in Dwaraka you see, and in the Braj also you see. There are two modes of friends. You see, the Dwaraka, the Sudama is the friend in Dwaraka. Krishnának, a Krishnai barátok Dwarakába, például minden Sudama, és Vrácsba is a barátok, ez kettő külön hangulatban, ők mit csinálnak? Uddhava. In Dwaraka. Dwarakába például. And in the Krishna, the friends, they make Krishna horse and they ride in Krishna. Ők Krishna hátára ülnek, és Krishnának kell velük lovagolni. Krishna is eating them from the mouth of his friend. Krishna a barátoktól a szájukból eszik. Az, amit ők szájukból volt, hogy úgy félig meddig elhaptak, ő megeszi. When you see the difference from the Dwaraka and Braja is a different mode. És így lehet látni, hogy ez egy különböző barátsági hangulat Dwaraka és Vrács között. And one is Yashoda Maiya, Nanda Baba, giving love, Vatsalya Rasa. És így Nanda Baba és Yashoda Mama, ők Vatsalya Rasa-ba vannak Krishnába. Paternal. And one is Madhurya with Radhika and the gopis are doing to Krishna. Ez a szülői viszony volt, és a másik, ez a szerető hangulat, hogy Gopikkal és Srimati Radharanival Krishna egy másik rasszában, másik hangulatban van. One side they are lover. Lover of Krishna. Egy oldalon szeretők a Krishnának. And in Dwaraka. És Dwarakába. They are married couple. Ők házasok. Both are there. Mind a kettő jelen van.
and different feelings are there. És különböző érzékek vannak, hangulatok. So, every circumstances in the world, you can see the Krishna, na? In Krishna you can feel that. És így minden világ részén lehet azért többféle hangulatokat látni, ami Krishnának is megvan. Like, if you like Krishna in as a lover, ha te úgy szeretnéd Krishnát látni, mint egy szeretőnek, then you will not like a father love to Krishna. Akkor nem olyan hangulatba fordulsz hozzá, mint például az édesapád szereti Krishnát, szülői viszonyba. And somebody likes like a motherly love to Krishna. Valaki szereti édesanyja lilát viszont Krishna lilába. Then he will never like conjugal lover stories. Akkor sosem nem fogja szeretni a szerető lilákot, történeteket. Everybody has a different feelings and they search the same group of feelings. És így mindenkinek egy különböző hangulatja van, és így keresi ezt a csoportot, ami a saját megfelelő hangulatnak megfelel. Like a impersonalist will not like a pacific mood will not like to listen about the conjugal love. Valaki, aki egy passzív hangulatban van, nem fogja szeretni a szerető viszonyról hallani. Active lover will not like to listen about conjugal love. Egy aktív viszonyban személy nem szereti hallani a szerető viszont. But conjugal lover will like to listen passive, active, all modes because it's the highest. Everything include there. És egy szerető hangulatban személy bármelyik hangulatról szeret hallani, mert ebben hangulatban, ebben viszonyban minden más hangulat benne van. Right. So this is the pastime to enter, to feel with Krishna. És ezek a történik a kefterések, hogy lehet Krishnával együtt érezni, együtt érteni. Right. The Bible, I'm telling you one thing. The Bible took out something from the Bible. A Bibliából különböző részeket kivettek. Why? És miért? Because for the passive mode and active mode, those modes are not important. Mert az aktív és a passzív hangulatban levőknek a másik hangulatok nem fontosak. The madhurya mode is not important. A madhurya hangulat ez nem fontos nekik. The friendly mood is not important. A barátsági hangulat ez nem fontos. Vatsalya mood is not important. Vatsalya hangulat ez nem fontos. So they select their mood, passive and active. És ők kiválasztották, hogy ez passzív és ez aktív hangulat legyen. And other moods are different places. You have to find out. És a másik hangulatok másik helyen van, és meg kell találni őket. Like, if you go to the Vedic literature, they say we are following Vedic literature. Vedikus irodalomt követjük. But it's not written in Vedas. A Vedákban az nincs leírva. Samveda, Atharveda, Yajurveda and Rigveda. There are four Vedas. Abban négy Vedában, ami jelen van. Is all Karamkand there. Az mind Karamkandi. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Only four topics are there. Az a négy topik van. When you come another book,
Bhagavad Gita, it is start from the soul conscious Krishna is telling. Egy másik könyv az jut, mint a Bhagavad Gita-hoz, ott már lélek szinten kezdődik. Soul and super soul. Lélek és hőse lélek. You want to go more higher? Go to Srimad Bhagavad. Elkezd magasabbra lépni, akkor már is hívok Bhagavatam szintre. Then you will know the more details about the universe and all circumstances and how to develop self-realization. Akkor többet meg fogsz tudni az univerzumról, körülményekről, és hogy lehet önmegvalósítást elérni. If you want to go more higher, then you have to go in Chaitanya Charitamrita. Ha még magasabbra akarsz menni, akkor Chaitanya Charitamrita szintre kell jutni. Because that is the mood there, sentiment there. Ez a hangulat, és ott vannak ezek az érzések. Before we say, come out from the sentiment, come, stop sentiment. Because in the material senses we are in the mood of the sentiment of the senses. Előbb azt mondjuk, hogy hagyd abba ez az érzékkielégítés, mert addig még egy anigitásban vagy, anigi fölfogásban vagy, addig ez hátrányos. And when you come to Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu is teaching to become sentimental. És azután, mikor odaérünk, hogy Chaitanya Charitamritát tanulmányozzuk, hogy próbáljuk megérteni, akkor Angmar Prabhu azt mondja, hogy használd az érzéketet. Always live in the bhava. Mindig élj bhavába. That book is to be in the feelings. Ez a könyv arra szól, hogy legyél az érzékekben. To become like your friend, become like your mother, become like your son. What you want to become, you have to one come in one feelings and develop that relation with the soul to the soul. Erről szól, hogy ezeket az érzéseket, ami baráti, szülői, anyai, fiúi viszont jelen vannak, hogy ezeket valódi kell élni és érezni. That is Chaitanya Charitamrita. That is the coming of Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga for helping us. Az a Chaitanya Charitamritának az üzenete, hogy Garanga Mahaprabhu megjön és segít nekünk a Kali Yugába, ezekkel az érzésekkel őket jól hasznosítani. Govinda Madhava Navanita Tashkar. This Govinda Madhav, this Govinda is a cheater. Tashkar means is a cheater group. Govinda. Don't associate with this. He's a cheater. He will cheat from you. Govinda Madhava Tashkar azt jelenti. Tashkar. Tashkar means one group of robber. He's a not only cheater, he can rob you. Be cautious with him. Tashkar igazán nem csak csalót jelent, hanem rabló. Ő téged nem csak megcsal, hanem ki fog rabolni téged. He only knows to steal the heart. Ő igazán csak azt tudja, hogy lehet szíveket elrabolni. He is a stealer. Ő egy lopó. I'm giving you one example. Adok nektek egy példát. If you put your finger in the butter. Ha beleteszed az ujjadat a vajba. How much butter will come? Near to the your finger will be full of butter, right? Mennyi vaj fog megint az ujjadon lenni, kihúzod? Csak ennyi, ami éppen ráragadt. If you put one spoon in the butter. Egy kanál bele mártosz a vajba. One, how much butter will come? Mennyi vaj fog jönni? One spoon butter. Egy egész kanál vaj fog tudod kiemelni. And if you put something in the butter like this, és ha beleteszel egy ilyen formájú tárgyot a vajba, put inside. Like this, whole butter will come out. Ez egész vaj fogod kiemelni, az egész vajot tudod ebből az eszközzel kiemelni.
first is it difficult to put to him inside? Alap nagyon nehéz bejutni. Easy to put the finger in the butter, but it's difficult to push like this something inside. Nagyon egyszerű csak egy ujjat beledugni a vajba, és sokkal nehezebb egy ilyen jelleg szerkentyűt beletenni a vajba, sokkal nehezebb. But when he go inside, de ha belemegy ez az eszköz, he not come out from there. Hogy nem, már nem jön ki ebből. If you want to forget him, you cannot forget him. Akkor is, ha még akarod elfelejteni őtet, nem fog sikerülni. And if you will forget him, he will take you all butter. You cannot bring alone. He will take you all things. És akkor is, ha még próbálod elfelejteni, hogy magad valahogy akarod kiemelni, mi történik, teljesen ma jön, mindig körbe vagy véve a Krisnával. Navaneet taskar. Navaneet means the stealer of butter. He is a stealer of butter. És Navaneet taskar az jelenti, hogy ő a vajtól vaj. New butter. What the love you give in this material world to anyone. És ezt az jelenti, hogy ezt a szeretet, amit adod ebbe a világban. Means butter. Means the whole life is like a milk, and sometimes you want to share the love with in this material world. The whole life is milk? Like a milk. Oh. Az egész élet az olyan, mindegy menü, mindegy étel. And the butter is the from the milk. Mint táj, és az egész lényege, ez a vaj, ez a zsíradék. In 10 kilo milk, small butter will come. 10 kilo tájből kevés vaj fog létrejönni. What is that butter? És az mi ez a vaj? Your love. What you give to your son. What you give to your wife. What you receive from someone. That is the love. Ez a baj, ez a mi szeretünk, gyerekek, az élettárs irány, vagy aki ezt a szeretet mástől kaptunk, ez a szeretet, ez a baj. He will come to your heart, and he said, this I will eat. És ő meg fog jelenni, te szívedni, és ezt fogja mondani, hogy én ezt a vajat meg akarom enni. This is for me. Ez nekem való. He is never satisfied in his home. With Yasoda's butter, he wants to go to every home, nincs in the heart of every living being, and steal the butter. Nincs megelégedve ebből a vajjal, ami Yasoda anya neki ad, hanem ő minden szívbe el akar jutni, és mindenkitől el akarja lopni a vajat. Sundara Nanda Gopala. Sundar, he's so nice. Well, kedves. Adaram maduram bachanam maduram. He is so sweet. He have to, every day he have to sing this. Adaram maduram bachanam maduram. How sweet his lips are. How sweet his eyes is. How sweet his smile is. How beautiful he looks. Ezt minden nap kellene énekelni. Ez azt jelenti, hogy milyen édes az ajka, milyen édes a szeme, milyen édesen mosolyom. If you want, he will come to you. He will talk with you. He will do what you like for you. Hát te akarod, ő fog hozzád jönni. Ő ezt fogja megtenni, amit te akarsz. Amit te kérsz tőle. Yamuna tata chara gopi vasana. And this naughty Krishna, he is always moving near to the Yamuna. Naughty Krishna is always near to the Krishna. És ez a kis naughty bolond? Naughty means naughty. Ez a csintalan. Csálfa, Krishna mindig közel van a Yamunához, mindig ott kóborlik.
not only naughty, és nem csak he is a stealer, nem csak csintalan, hanem ő egy tolvaj. He is steal when the gopis are taking bath. That time he steal the cloth of the gopis. You know how he is naughty? Cheater, naughty, and all disqualification is there. He steal the all young gopis taking bath. He went there and he steal all his clothes and sit on the tree. És így, mikor a gópik mennek fürdeni, és Krishna ellopja az ő ruhájukat, és fönt a fán elrejtezett magát, ő nem csak tolvaj, hanem ő egy nagyon rossz csont. And that time, gopis was so busy, the ladies are so busy in taking bath, that they forget themselves, because it was very hot day, cold day. És így, mikor a gópik mentek fürödni, és nem is vettek semmit észre, mert egy nagyon-nagyon forró nap volt. And you know, the man cannot take bath, they have to take bath alone, one. But the female can take bath five at one time. You know this? They can do this. Female can take bath in the bathroom, together. És tudjátok, hogy a nők együtt tudnak fürödni. Öt nő egy fürdőszobába, ez nem gond. Csak a férfiaknak ez nem megy. A férfiaknak mindig egyedül kell egy fürdőszobába. So they are in 30-40 in the group. They took the cloth outside and they go without cloth to take bath because there is no water. És ottan 30-40-an voltak, és együtt fürödtek, ott kint hagyták a ruhát, és együtt mentek ruha nélkül mentek a vízbe fürödni. A senki nem volt ott. When they are taking bath and playing and enjoying, that time Krishna come and took all cloth and go up on the tree. És akkor ott, mikor a gópik játszottak és fürödtek, abban a pillanatban Krishna megjelent, és ellopta a ruhájukat, és fölment a fára vele. And they are so busy, they are not see their clothes even. És ezután, mikor olyan lefoglaltak voltak, hogy nem is látták a ruhájukat. Then Krishna took one stone and threw in the water. És aztán Krishna fogott egy kis kavicsot, és beledobtam a vízben. And when throw the water to develop the concentration, to the gopis, who's throwing water, stone in the water? És ezzel a kővel, amit beledobott a vízbe, ezzel a figyelmet a gópiknak erre terítette, hogy most ki volt ez, aki ezt valamit beledobott a vízbe. When they see this, Krishna is there. Mikor látták, hogy Krishna ott van, then they become very shy, and they want to cover and they go inside the water. A gópik nagyon szédelős lettek, és magukat úgy próbálták kezükkel, karokkal fedni. And they want to come out to change the clothes. He said, go out, what are you doing here? Go out, it's a female area. És mikor akartak kimenni és ruhákat fölvenni, akkor nagyon mondták Krisnának, hogy tűnj el innen, ez egy női area, itt semmi keresni valód van. But Krishna don't want to go. Krishna nem akart elmenni. He starts showing the clothes. I have your clothes. És ő mutatta nekik a ruhákat, és mondta, hogy nálam vannak az összes ruhák. If you want to take clothes, you have to come one by one to me. Ha akarjátok visszakapni a ruhátok, akkor egyenként ide kell jönni hozzám. They want to come together, that they can cover and they can come and they can protect themselves. He said, no, you have to come one by one, then I will give you the cloth. But it is not, és egymás fedni, hogy úgy együtt visszakapják a ruhát. Then they think to cover themselves and they will come one by one. Okay, what to do? Now it's late, I have to go home and it's evening time and it's going too late. What will happen in home? I have to anyway run away back. És akkor, mikor már nagyon késő volt, este felé volt,
vissza kellett nekik menni, mert tudták, hogy otthon várják őket, a gópikat, akkor mi más választékük volt. So they are coming like this. Krishna said no. És így ebben izében jöttek, ebben a hangulában, pozícióban, és próbáltam magukat vedni, de Krishna azt mondta, így nem jöttek. You have to come like this. Így kell nektek jönni, hogy teljes nyitott karral. If you come like this, then I will give you clothes. Ha így jöttek, akkor visszakapjátok a ruhájatot. No way. Más út nincs. Everybody goes. És mindenkinek így kell jönni. What is this meaning? Hát mit jelent? The clothes is my cover. This is I cover. Az én testem, az a ruhám. And the senses is my covering. És az én érzékem, ez a ruházat. The ego is my covering. Az ego, az én ruhám. This said ego, so many cover is covered me that I cannot see myself, the soul. És így annyi ruhám van rajta az egón át, hogy nem is látom a saját lelkemet. I'm giving you an example. Adok egy példát nektek. Assisi, when he was in the battlefield. Mikor Assisi csatatéren volt. And he see the dying people. És látta az emberek, akik meghaltak. And he understand the body has no importance. Mikor megértette, hogy a testnek nincs jelentősége. And when he see so many people in suffering in the battlefield, even the king and poor, everyone is suffering. És látta, hogy az emberek nagyon szenvednek, a szegény, a király. He realized that he is the soul. Ő megértette, hogy ő a lélek. And he became spiritual. És így vált lelkivel. Ő megkapta ezt a önmegvalósítást. When he comes to his father home. És úgy mikor hazaért édesapja otthonjába. When he see the poor people, he start throwing all clothes and everything from his house. Mikor látta ezt a sok szegény embert ottan az udvarban, ezek összes ruhát kidobta az ablakon. Because he cannot see the suffering of others. Mert nem bírta elviselni a szenvedést a másikoknak. Másik szenvedését nem tudta elviselni. Father become very upset of his behavior. És az édesapja nagyon dühös lett, ahogy ő viselkedett. He said, go out from my home, you are useless person. Ezt mondta neki, hogy hagyj el az otthonunkat, te teljesen haszontatlan vagy. He said, okay, I go out. Assisi azt mondta, hogy okay, kimegyek. So he has a very nice cloth, he went with the cloth. Nagyon szép ruha volt testén, és akkor így abban kiment. Father said, this cloth is also my cloth. Azt mondta neki, hogy ez a ruha, ez is az enyém. Why are you going with my cloth? Miért mész az én ruhámba? He is a young boy. And all the villagers are standing near there. Fiatal ember volt, és az összes lakók ennek a falunak ott voltak. Young woman, man. Ladies, everyone is standing there. Fiatal lányok, emberek, asszonyok, mindenki ott állt. He said, yes, father, this is your covering, this is your clothes. I don't want any covering from you. Take it, this. Igen, édesapa, ez minden tiéd, ez a te ruhád, ez a te, amit engem befed, ez minden tiéd, tessék. And he threw it out. And he walk away without clothes. Ledobta, és ruha nélkül elhagyta az otthonját. And this taking out this covering, he become spiritual. He understand that everything is covering. I have to serve only the soul and the human life. És minden fajta ruhát mögötte hagyott, és minden ami őt befedett, ott hagyta, mert az nem lelki volt, és már csak a lelki dolgokkal akart foglalkozni, és ezt megértette vele. And he became a spiritual. És így lelkié vált. Now what happened?
the Krishna steal all the covering from the gopis. És így mi történt? Krishna az összes gopikat befette, mindent ellopott tőlük. He took all ignorance. Az egész tudatosságot elvette. And he gave the pure covering from his hand. Individually. Tiszta védelmet, vagy tiszta ruhát adta nekik, ami teljesen tudatos volt. Of lover's feeling. Ezt az érzést, ami egy szeretőnek van, ezt adta nekik. Gopi bhava. Gopi bhava. And that, what happened after that, they enter in Maharas. És akkor mi történt? Ezek a gopik be tudtak jutni Maharasba, Raslilába. They are become qualified to go there. Ők megkapták ezt a kvalifikációt, hogy jussanak. Because there was no material covering there. Mert ott nincs semmi anyagi, ami befed az embert. You read in 10th canto, after this Chirharan, the Maharas is coming. Tizedik énekben, a Srimad Bhagavatamban ezt lehet olvasni, hogy ez a történet után Maharas Raslila történt. Yes. Rasa Rasika Kripa Mohan. You see. Rasa Rasika. After that, Rasa Rasika. Then you can understand, when there is a covering, we cannot understand Krishna. We have to understand Ras Rasik. Why he is a Rasik? Because he is not in covering. We are in covering and he is not in covering. We took out our covering, we are always in the front of him. És így Krishna csak akkor lehet megérteni, ha nincs, nem vagyunk befedve, ha nem vagyunk letakarva. És abban a pillanatban, hogy valami anyagi anyagi ruhát, vagy anyagi fedelet rajtunk van, akkor nem tudunk Krisnához fordulni, és nem is fogjuk megérteni. I can enter in his ras, in rasa. Ras means rasa, nectar. And rasik means the loving conjugal relationship. Rasa az azt jelenti, hogy nektar, és rasika az, hogy ez a szeretőt, viszont szeretőt kapcsolat, és csak akkor tudok bejutni a Maharasba. Sri Radha Vallabha Vrindavananatama. Sri Radha Vallabha. Before was Krishna, but now become Radha Vallabha. Radha Vallabha. Radha Vallabha. Vallabha means dear of Radhika. Előbb még Krishna volt, de most átváltozott. Radha Vallabha, ez azt jelenti Vallabha, hogy az, aki Rádának a kedvesen. Then I can understand. Is a dear of Radhika, and he is the Radha's Krishna. És így akkor meg tudom érteni, hogy ez Rádának kedvese, és ez aki Rádát kedveli. Bhakti Vinod. Is wanting ashray of Radha Vallabha, who is the Vallabha of Radhika, so we have to become Radha Dasya. Shri Yahya Bhakti Manakur keresi menedéket, nekünk is Radha Dasyamnak kell válni, hogy Radha Ránit szolgáljunk. Why? Because he is a dear of Radhika, if I want to test that, we have to take the shelter of Radhika. Then I can feel her mood. I can understand that. És így Krishnához csak akkor lehet jutni, ha menedéket keresünk Radharaniné, és őt megkérjük, hogy nekünk segítsen, hogy meg tudjuk érteni Krishnát, és ez csak Radharaninál működik.
say? That is, Bhakti Vinod is praying in the lotus feet of Radhe. Shri Bhakti Thakur imádkozik a lotus virágok, lotus lábok előtt Radharaninak. At every temple they sing this, that when my life will come, then I will take the shelter of Radhika to understand Krishna. Shri minden templomba azt énekelik, hogy az én időm vagy én életem eljött, akkor én Radharani előtt fogok fohászkodni, hogy meg tudjam érteni, hogy hogy érez vagy hogy gondol Krishna. Yes. Radhe.